Na, hello mindenkinek, Tom vagyok, itt most ilyen kis csövet láttok, de ez nem érdekes, csak nem most felvő program, amivel azt tudnék rögzíteni. Szóval, ezt arról megtek mutatni. Ugye, ami drága Abidos videós ismerősünk, ugye sokan ismeritek, nem kell mutatni, aki nem ismeri, annak majd beleszlinkel a csatornája is. Kitalálta, mi lenne, ha 8 nap alatt összegyűlne 8000 like ezen a Facebook oldalon, ugye messze 8000 fölött, akkor ő alapít egy pártot. Mármint ugye olyan pártot, ami ugye politizál, tehát hogy itt nem kell másra gondolni, tényleg kereken fixen. Ha összegyűlik a 8000, ő elgondolkodik azon, és komolyan fogja venni azt, hogy egy pártot alapít. És meg is fogja tartani azt, amit ígér, mert ismerve a videót, hogyha ő azt mondja, hogy kék, akkor nem lesz zöld. Az lehet, hogy amit ki fog találni, nem mindenkinek fog tetszeni, de amit mond, az is lesz, nem pedig az lesz, hogy azt mondom nektek, hogy kék lesz az ég, és most kinézel a szürke, vagy nem szürke. Egyébként most ilyen teljesen, hogy is mondjam, gyereknyelven beszélek, hogy mindenki, tényleg mindenki értse, most nem arra megyek, hogy politika, akit érdekel, hogy a politika az itt fogja a névjegyben ezt a szép hosszút elolvassa, itt leírt mindent, tényleg minden jót. Az elején, ezért a leírása, hogy mit csinálna, itt van a végén egy komolytalan kezdeményezés, de ha mégis összejön, akkor ott van. Tedd is ki egy videót, ezt is belinkelem, itt ezt a messze 8000 fölött Facebook oldalt, ezt meg légy szíves, lájkoljátok és osszátok meg minél többen. Mert én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz akkor, ha jön 8000, és akkor a Bitos pártot alapít. Tehát nem sok ember van, aki tesz is azért, amit meg is teszi, amit mond, és nem is biztos, hogy a videósnak sikerülni fog, de ha összegyűlik a 8000, akkor meglátjuk. És ha nem próbáljuk, meg nem is fog sikerülni. Tehát ez így ennyi, hogy sokat nem fogsz tudni mit csinálni. Viszont ha összegyűlik, akkor meglátjuk, és lehet, hogy lesz belőle egy elég erős civil kezdeményezés, és akár civil pártként, ugye úgy indul aztán, ugye mindenki lehet a Jobbik se úgy kezdte, hogy csúcson volt, lehet más a politika se úgy kezdte. A magyar kétfarkú kutyapárt volt egy vicc, de az csak vicc volt. De nem is létezett igazából, vagy nem tudom, hogy létezett-e mindegy. De tehát, hogy minden párt kicsibe kezdi. Én drukkolok, és minden erőmmel azon ezek, hogy meglegyen a 8000. Úgyhogy, ha elvidosz, messze 8000 fölött.